Havi rendszerességgel tartanak ismeretterjesztő előadásokat a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában. Ezúttal a Rákóczi Vár kávézójába várták az érdeklődőket, ahol az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Folytatjuk immár őszi előadássorozatunkat, ahogy két hete, három hete is jeleztük. Kollégánk Ringer István tart idei, illetve az elmúlt években zajlott ásatásairól. A Sátoralja újhelyi vár, de hát itt Patakon mondjuk azt, hogy a középkori pataki vár ásatásairól, az ott szerzett szakmai tapasztalatairól egy beszámolót. Az 5 éve kezdődött régészeti feltárást Ringer István régész vezette. A fiatal szakember elmondta, már többen is kutatták a vár múltját, azonban ők végeztek elsőként ásatásokat, amelyek során értékes leletekre is bukkantak. Ezek egyrészt a kronológia szempontjából fontosak, a vár keltezési időpontját adja meg az egyes részleteknél, de vannak nagyon látványos tárgyi emlékek, kőfaragványok, elsősorban gótikus reneszánsz kőelemek, kísérletek közül említést érdemelnek a pénzérmék, a különböző használati tárgyak, edények, szerszám és fegyverleletek. Ezekből egy komoly kollekció gyűlt már össze. Ez is érdekes, de talán a legérdekesebb az, hogy a várnak az alaprajzát, az egykori szerkezetét a feltárás tisztázni fogja, és ott egy állagmegúvás, hogy részleges helyreállítás után egy rendezett romterületen egy kiránduló helyet is ki lehet majd alakítani. A szakember úgy véli, hogy az újhelyi vár romjait részben helyre lehetne állítani. Hasznosítása továbbiakban közösségi és turisztikai célú is lehetne.